Tisztes távolságra egymástól arcmaszkban hallgatják a Nyíregyházi Egyetem és a Tréner Kft. Pilóta növendékei a Wizz Air képviselőinek tájékoztatását. A koronavírus járvány miatt az utóbbi időben körülbelül felére csökkent a képzés hatékonysága. A külföldi hallgatók ugyanis nem tudtak részt venni a gyakorlati oktatáson. A közelmúlt a multinacionális légitársaságok számára is nagy kihívást jelentett, ugyanakkor a nyíregyházi bázis a jövőben is számíthat a Wizz Air támogatására. Megbízható partnernek tekinti a Nyíregyházi Egyetemen végzett hallgatók, vagy egyetemet és a trénert is, és a hallgatóknak megnyugtatásképpen közölte azt, hogy később, de szükség lesz a itt végzett kadétokra, hallgatókra, akik a Wizz Airhez szándékoznak menni, meg ezt is elmondták, hogy mekkora fejlődés lehetséges, mert a koronavírus lefutása után, vagy megszűnése után, akkor ezt előre látják, hisz valaki elkezd tanulni, nagyon sokára lesz majd belőle képzett pilóta. Azt jelenti, hogy most, aki itt benn van a képzés alatt, az bízzon abba, hogy nagyon jó állása lesz, és tovább fog fejlődni a Wizz Air. A Wizz Air részéről kifejtették. Európa szerte hatalmas kihívást jelentett a társaságoknak a légiforgalom leállása, az átszervezések miatt pedig az utánpótlás képzésben is felmerültek nem várt akadályok. Bár a nyár végére már várható némi javulás, a jelenlegi helyzetben biztosították a kadétokat arról, hogy a kapcsolat nem szakad meg, ugyanakkor várhatóan kevesebb állás lehetőséget tudnak biztosítani a közeljövőben. Egyelőre annyiban állapodtunk meg, hogy folyamatosan figyeljük a piaci helyzetet, de továbbra is számítunk a VAPA-ban végzett kadétokra. Annyi lehetséges, hogy esetleg egy pár hónapos csúszás lesz itt a program befejezése, illetve a Wizz Airnél való további tréning megkezdése között. Ebben az időben arra bátorítjuk a kadétokat, hogy esetleg keressenek valamilyen állás lehetőséget, hogy fenntartsák a kadét program kezdetéig az életvitelüket, de utána továbbra is számítuk velük, és a jövőbeni tervekben is abszolút benne van, hogy folytatjuk velük a képzést. A Nyíregyházi Egyetem általános rektor helyettese az eseményen hangsúlyozta. A nyíregyházi pilótaképzés már több mint 50 éves múltra tekint vissza. Az oktatás színvonalának emelkedését pedig jól jelzi, hogy minden évben növekszik az érdeklődők száma. Kovács Zoltán hozzátette, az itt végző hallgatók nem csupán pilóták lesznek, hanem mérnöki végzettséget is szereznek, mindez pedig kedvező piaci lehetőségeket is jelent számukra. Elméleti képzés zajlik elsődlegesen, viszont repülőgép szimulátorunk is van, tehát szimulátoros kiképzés is folyik. Az elméleti képzések elsősorban a laboratóriumokban, illetve a előadott termekben zajlanak, természetesen az szerint a program szerint, amit az Európai Unió légügyi biztonsági szolgálat ezt jóvá hagyott, tehát akreditált program szerint hajtjuk végre a képzést, ami annyival több, mint egy egyszerű kadétképzés, hogy mi mérnöki végzettséget is adunk az itt végző hallgatók számára, repülőmérnöki végzettséget egész pontosan. Nyíregyházán jelenleg több mint 140 pilóta növendék végzi tanulmányait. A képzés 7,5 éves, a hallgatók a harmadik szemeszter elméleti oktatása után kezdhetik meg a gyakorlati képzést, melynek hatékonyságát tavaly szeptember óta egy új oktatóközpont és egy új szimulátor is biztosítja.